Gyönyörű muzsikától volt hangos csütörtök délután a Bolyai János gimnázium aulája, ekkor rendezték meg ugyanis a harmadik kórus találkozót. 7 városi énekkar vett részt a rendezvényen, a fellépőket Závori Erika, a programszervező házigazdája köszöntötte. A Serzó vegyeskar műsorával kezdődött a koncert, majd fellépett a Kodály iskola Klarusz gyermekkara, az Antanténusz gyermekkar, a Csiribiri kicsinyek kórusa, a középiskolásokat pedig a Katona József gimnázium kórusa, illetve a Piarista gimnázium vegyeskara képviselte. A találkozó az elmúlt évekhez hasonlóan jótékonysági célokat is szolgált. Ezúttal az Együtt a Kecskeméti Családokért Közhasznú Alapítvány számára gyűjtöttek adományokat. A résztvevőktől és a közönségtől azt kérték, hozzanak magukkal mesekönyveket, játékokat vagy tisztítószereket, hogy ezzel segíthessék a rászoruló kecskeméti családokat. A kiváló hangulatú rendezvény a Zegenye Együttes táncházával zárult.